vagyunk. Cimbi, mi a település neve, ahol vagyunk? Kiscsőszön vagyunk, mégpedig mondhatom azt, hogy a Bakonyban, a Bakony szélén, mert ugye itt a Somló lábánál... Rájöttünk, hogy itt is, bizony itt is volt kultúra. Nagy László 1952-ben Vig Rudolfa, 59-ben Széchi Margit és Vig Rudolfa gyűjtöttek ebben a térségben. Tánchagyományhoz kevésbé köthető, de inkább a vallási liturgiákhoz, a gyermekek szokásaihoz, vagy a családi szokásokhoz, vagy éppen a szőlőhöz, mint ugye a Somló. Lábánál. A Somló borvidék, tehát ez a nagy somlói borvidéken közepe tulajdonképpen. A mód keletkezik, az égen egy pázsit, abban legelészik, csoda fiú szarvas, csoda fiú szarvasnak, ezer lág a bóga, ezer lág a bógán, ezer mise gyertya. Öt táncegyüttes tartozik az időforrás köreibe, ebből van országos hatókörű a lovas csapatunk, a Fordú Kisperóval táncít, és van egy dunántúli csapat, a Dunántúli Népi Kommandó, és ezen kívül még van egy helyi vonulat, tényleg csak egy kicsit vissza kell kutatni, itt voltak helyi naív költők, akik egyébként országos lapokban jelentek meg már az 1800-as években is, és őket meg kell tudni említeni, és őket elfelejtette a társadalom, és most mi azért szedjük elő őket, hogy legyen kire büszkének lenni, legyen miért Kispiritinek, Nagypiritinek, Adorjáházinak lenni, vagy Kiscsőszinek. Hát azért van mit fölfedezni. Van.